Köszöntöm a kedves nézőket, a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják, következzenek kiemelt híreink röviden. Ügyeleti rendszer. Az új konstrukcióról tartott lakossági fórumot tegnap este dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvivője. Gyümölcsfaosztás. A korábbi 2022-ben történt felajánláshoz hasonlóan az erdélyi Felenyedi Református Egyházközségtől 1000 darab facsemete érkezett. Képviselőtestületi ülés. A grémium elfogadta a DMRV-vel közösen megvalósuló belvárosi csapadék, ivó és szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot. Az új házi orvosi ügyeleti rendszer témájában tartott lakossági fórumot tegnap este dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és Györfi Pál az országos mentőszolgálat szóvivője a MANK galériában. Az OMS irányításával működő új egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez Pest vármegye idén februárban csatlakozott. Ismertetője után Györfi Pál elsőként a Szentendrét érintő tapasztalatokról, adatokról beszélt. Február 1-től, azaz pontosan 2 hónapja működik térségünkben az új ügyeleti rendszer, amely egységes, biztonságos és minőségi ellátást nyújt a megyében lakóknak. Az OMS szóvivőjének elmondása szerint a Szentendrei Ügyeleti Központban biztonsággal ellátják a felnőttek mellett a gyermekeket is. Az új alapellátási ügyeleti rendszerben az ügyeleti telephelyek úgynevezett vegyes ügyeletként működnek, ami azt jelenti, hogy felnőttet és gyermeket egyaránt fogadnak, megvizsgálnak, ellátnak a házi orvosi kompetencia körében. Itt Szentendrén ez a számok tükrében azt jelenti, hogy a február 1-e indulás óta már több mint 1000 beteg ellátás történt, közülük 290 beteg 17 év alatti gyermek, illetve fiatalkorú volt, egyetlen egy esetben sem okozott gondot az ellátásuk. Sok ellenérzés látott napvilágot. Én azt látom, hogy azok, akik az ügyeleti rendszerrel már kapcsolatba kerültek, ellátást kaptak, vagy hozzátartozóként megtapasztalták azt, hogy hogyan működik az új ügyeleti rendszer, ők jellemzően elégedettek. A félelmek eloszlottak a körükben, viszont aki a sajtóból tájékozódik, vagy aki mondjuk a közösségi média egyes csoportjaiból tájékozódik, ott viszont nagyon sok a bizonytalanság és a megalapozatlan ellenérzés is. Ezért is fontos, hogy egy olyan tájékoztatót tartsunk, ami egyébként nem az első a környéken, hiszen már több ilyen zajlott, képviselőasszony, mentőszolgálati vezetők, sőt államtitkár úr részvételével is, de sosem elég, azért vagyok most itt, hogy számokkal, tényekkel mutassam meg azt, hogy nem kell félni, az új ügyeleti rendszer megbízhatóan jól működik itt Szentendrén is. Györfi Pál véleményében kifejezte, sajnálatos, hogy a sajtó méltatlanul támadja az ügyeleti rendszert, és ezzel szükségtelenül kelt bizonytalanságot a lakosságban. Dr. Vitályos Eszter, a térség országgyűlési képviselője, a támadást részben a választási kampány részének tartja. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor akár csak helyi politikusok, de mégiscsak politikával foglalkozó emberek szájából vagy Facebook bejegyzéséből azt tűnik ki, hogy igazából az esetek pontos megjelölése nélkül, vagy anonim bejelentésekre támaszkodva támadják az új ügyeleti rendszert, azt én annak tekintem igen, tehát azt egyértelműen politikai és kampányfogásnak, politikai támadásnak és kampányfogásnak értékelem. Ettől azért én elkülöníteném azokat az eseteket, amelyek valós gyakorlati esetek, amelyek megtörténtek itt a polgárokkal a környékünkön. Ez természetesen, én azt gondolom, hogy minden egyes esetet ki kell vizsgálni, ahol vannak nevek, vannak telefonszámok, amelyről adott esetben a 1836 hívták, mert nagyon sokszor arra vonatkozik a bejelentés, hogy nem vették fel a telefont, vagy aki felvette a telefont, az nem egészen úgy válaszolt, nem segítő készen válaszolt a betegnek, vagy a panasszal odafordulónak. Tehát, hogyha ki tudjuk vizsgálni azokat az eseteket, ahol van név, van telefonszám, meg tudja adni azt az időt pontosan, hogy mikor történt az ügyeleti rendszerbe való bejelentkezés, vagy az ügyeleti rendszer felkeresése, természetesen, hogy minden esetet kivizsgáltatunk. Ha én Pomázon, vagy Szentendrén, vagy Pilisvörösváron laknék, és most én ülnék ott, és önök közül valaki tartana előadást, őszintén mondom önöknek, hogy azt mondanám, hogy ez a rendszer jól működik, de ha szükség van rá, akkor változtatunk rajta. Köszönöm.
Köszönöm szépen a figyelmet. Az OMS folyamatosan monitorozza és elemzi a működési adatokat. A rendszerben Györfi Pál nem lát anomáliákat. Ha szükséges, akkor változtatunk, készülünk is rá, hogy például a nyári időszakban, amikor megnő az idegenforgalom, amikor sokan ebbe a térségbe költöznek, itt a Dunakanyarban töltik a nyarat vagy a szezont, akkor a kapacitást is ehhez igazítsuk. A Szentendrei ügyelet az önkormányzat által biztosított épületben a Bükkös part 27 szám alatt működik. Az új ügyeleti rendszer februári indulásakor a Szentendrei rendelő szakmai és technikai ellátásához életmentő műszereket, eszközöket, autót és gyógyszereket az OMS szállított ide. Megkaptuk ezt a helységet, kialakították azokat a feltételeket, amik a működéshez szükségesek. Nagyon sok támogatást viszont az országgyűlési képviselőtől kaptunk, ő lobbizott a működés érdekében, ő katalizálta azokat az egyeztetéseket, szakmai kapcsolatokat, amik szükségesek ahhoz, hogy itt a betegellátás folyamatosan történjen. Talán elsősorban neki köszönhető, hogy azt tudom mondani, hogy az ügyeleti rendszer Pest vármegyében és azon belül Szentendre környékén jól működik. Most, hogy már jobb idő van, most már az a tartózkodó helység, ahol az állományi része várja a riasztást, megfelelőbb, hiszen adódtak problémák a fűtéssel kezdetben. Most már ezek talán nem jelentenek gondot, úgyhogy a működést veszélyeztető kockázat az ingatlan oldaláról nincsen. A tapasztalatok, adatok ismertetése után még folytatódott a beszélgetés az új háziorvosi ügyeleti rendszerről és az azt érintő lakossági visszajelzésekről, orvosok, térségi önkormányzatok képviselői és civilek részvételével. A korábbi 2022-ben történt felajánláshoz hasonlóan az erdélyi Felenyedi Református Egyházközségtől 1000 darab gyümölcsfa érkezett. A facsemetéket a lakosságszámmal arányosan osztották szét a települések között. A gyümölcsfák kiosztására tegnap délután került sor a leányfalui Szorgvillában. A Református Egyházközség főgondnoka kereste meg Vitályos Esztert, a Pilis-Dunakanyar térség országgyűlési képviselőjét, hogy a 17 választókerületi településnek szeretnének idén is felajánlani gyümölcsfákat. Második alkalommal vagyunk itt Leányfalon településvezetők, civil szervezetek vezetőivel, mert abban az örömteli eseményben részesültünk, hogy a Felenyedi Református Egyházközség 1000 facsemetét ajándékozott a Leányfalui Református Egyházközségnek, és gondnok úr pedig megkért engem, mint a térség országgyűlési képviselőjét, hogy gondoskodjunk ezeknek a facsemetéknek az igazságos elosztásáról. Ezért a Pilis-Dunakanyar választókerület 17 települése részesül ezekben a facsemetékben. Ez egy tulajdonképpen egy nagyon kedves adomány a Felenyedi Református Egyházközségtől, aminek azt gondolom, hogy az a szimbóluma, hogy a közösségek épüljenek, szépüljenek, és nem utolsó sorban én úgy gondolom, hogy egy facsemete elültetésének mindig van egy olyan üzenete is, hogy egy új élet kezdődik. Úgyhogy ezzel a mottóval engedjük útnak ma a 17 település képviselőit a fákkal. A legkisebbek, mint Kisoroszi és Visegrád 15 darab facsemetét kaptak, a legnagyobb, mint Szentendre 225 facsemetével gazdagodik a mai nap. Az Egy Szívvel Kalászért Egyesület a közösségi oldalán regisztrációs linket hozott létre, és ígéretet tett, hogy bármennyi a jelentkező, senki nem marad facsemete nélkül. Az Egy Szívvel Kalászért Egyesület kapta a hírt dr. Vitályos Esztertől, hogy gyümölcsfákkal szeretnék Budakalász lakosait megajándékozni, úgyhogy nagyon örültünk a hírnek. A Facebook oldalunkon, az Egy Szívvel Kalászért Egyesület Facebook oldalán egy regisztrációs linket hoztunk létre, és ezzel szeretnénk virágba borítani egész Budakalász lakosságát. Tehát az Egy Szívvel Kalászért oldalon tudnak regisztrálni. A regisztráció április 3-án szerdától indul, 7-én vasárnap éjfélkor fogjuk zárni, hiszen van egy elhatározásunk, hogyha több regisztráció érkezik, mint amennyi fát kapunk, akkor azt az Egy Szívvel Kalászért Egyesület fogja kiegészíteni. Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármestere stábunknak elmondta, hogy már 2022-ben is kaptak a facsemetékből, akkor nagy családokhoz kerültek az adományok. Igen, kaptunk.
akkor is 20-at kaptunk. Ugye a település nagyság szerint lettek elosztva. Nagy öröm számunkra, és nagy családosokat kerestük meg akkor, hogy ki az, aki tudná fogadni ezeket a fákat. Akinek volt elég nagy kertje, illetve volt hely a kertjében, nekik adtuk, és nagy örömmel fogadták. Az adományozó 2 évvel ezelőtt 1-2 tanácsot adott, illetve ígérte, hogy tud tanácsot adni. Ezek gyümölcsfák lesznek, úgyhogy nem csak a virágzásában, a növekedésében, hanem a gyümölcsőben is lehet majd részesülni. Nem erős növekedésű, középnövekedésű fák ezek. Szilva, barack, kajszi, meg őszi, ha jól tudom, és talán alma is van közte. Hogyha szakszerűen kezelik, egy ilyen facsemete 2-3 éven belül már termést is hozhat. Fetter Ádám, Pilisvörösvár polgármestere elmondta stábunknak, hogy a 2 évvel ezelőtti felajánlás is jó helyre került. Egy nap alatt minden fa új tulajdonosra talált. 4-en érkeztünk, ahogy 2022-ben is. Kollégáim, a hátam mögött látszik a Városgazda autója, kollégáimmal érkeztem, és ők fognak segíteni, a Városgazda Kft. Munkatársai elszállítani Pilisvörösvárra a facsemetéket. 2022-ben is részesültünk ebben a szuper felajánlásban, kezdeményezésben, és gyakorlatilag egy nap alatt meg lett az összes fának a gazdája. Vélhetőleg ez idén, 2024-ben is így lesz. Nagyon szépen köszönjük a felajánlóknak. 120 pár darab, ha jól emlékszem, 122 darabot fogunk kapni. 2022-ben is ez a nagyságrend volt. Igazándiból mi ezt rábízzuk a gondos gazdákra. Vélhetőleg ez saját kertekben, saját ingatlanokon lesz elültetve. A Felenyedi Református Egyházközség főgondnoka Szlávik Róbert a kezdeményezésről beszélt stábunknak. A Felenyedi Református Egyházközség nekünk a Leányfalu Pócsmegyeri Református Egyházközségnek a testvérgyülekezete, és ebből a kapcsolatból adódóan az ottani főgondnok, Székely Jenő főgondnok úr felajánlásából kerültek ide ezek a gyümölcsfák a gyülekezetünkhez, illetve a településekhez, amelyek a környékünkön vannak. Így alakult ki ez az esemény, amely már több évre tekint vissza. Nem csak ez az egyetlen esemény, amelyet az egyházközség szervez. Több olyan vallási természetű esemény van, amellyel kapcsolatban nyilván a református hit által összeköt minket. Rendszeresen vannak találkozóink akár itt a Dunakanyarban, illetve Erdélyben és a környező településeken is, kirándulások és az egyház ünnepeinkhez köthető találkozások. A templomkertbe eddig még nem került a felajánlásokból, de amint lesz lehetőség, szilvafákat fognak ültetni. Ami eddig érkezett, az mind szétosztásra került, úgyhogy most tervezünk majd ezzel kapcsolatosan egy faj ültetést a templomnak a kertjében, és szilvafákat szeretnénk majd ültetni. Bár az utóbbi évek számadatai javuló tendenciát mutatnak, még mindig akad, aki a húsvéti időszakban ittasan vezet, olvasható a polisz.hu-n. Mivel az ittas járművezetés a vezető baleseti okok között szerepel, ezért a rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak azok kiszűrésére, akik alkoholtól befolyásolt állapotban ülnek biciklire, motorra vagy egyéb jármű volánja mögé. Ez alól a húsvéti időszak sem volt kivétel. A rendőrök az ország útjain több mint 1000 járművezetőt ellenőriztek. 327 sofőr vezetett ittas állapotban, akik közül 186 személy ellen büntető eljárás, 141 járművezető esetében pedig közigazgatási eljárás indult. Ön se legyen felelőtlen, ne vezessen ittasan, hogy mindenki hazaérjen. A márciusi képviselőtestületi ülésen a grémium elfogadta a Dunamenti regionális vízművekkel közösen megvalósuló belvárosi csapadék, ivó és szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot. A beruházás lebonyolítása érdekében az önkormányzat megkezdi a kiviteli tervek kidolgozását, és 3-as konzorciumot hoz létre a DMRV-vel és a Nemzeti Vízművek ZRT-vel. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a városatyák egyhangúlag elfogadták a 2024. évi összesített közbeszerzési tervet, majd a pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról döntöttek. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan szakmailag megalapozott tapasztalatokkal rendelkező vállalkozó, személy, egyéni vállalkozó, aki az önkormányzatot segíteni tudja érdemben, akár a magyar belső pályázati lehetőségek kiaknázásában, és úgy szintén az esetlegesen felmerülő, illetve megnyíló közvetlen EU-s pályázatoknak a kihasználásában.
A határozati javaslatot egyhangulag elfogadták a képviselők. Ezután jóvá hagyták az 1+1 program 2024. évig keretösszegét. Az önkormányzat költségvetésében jelenleg 30 millió forint áll rendelkezésre erre a célra. Következő előterjesztésünk, ez a 0272/12 helyrajzi számú ingatlan megszűnt kezelői jogának ingatlan nyilvántartási törléséről szóló előterjesztés. Van-e kérdés, hozzászólás? Ez egy jó régi, még a városi tanács idejéből maradt probléma. A mai szabályozásnak megfelelően a Nemzeti Földügyi Központ a kezelője a megjelölt mezőgazdasági ingatlannak. A határozati javaslatot 14 igennel elfogadták a képviselők. Korábban a városvezetés tájékoztatást kapott a Dunamenti regionális vízművektől. A belváros ivó és szennyvíz hálózat rekonstrukciójára kiírt közbeszerzés fedezett hiány miatt eredménytelen lett. A beruházás megvalósítása érdekében az önkormányzat hármas konzorciumot hoz létre, a DMRV-vel és a Nemzeti Vízművek ZRT-vel. Újra kell kezdeni a pályázat előkészítését, illetve egy új pályázatot várunk majd, viszont az időközben megszületett állami beruházási törvénynek megfelelően most már nincs mód arra, hogy a pályázat keretében dolgozzuk ki a konkrét kiviteli terveket. Már most ki kell dolgozni, el kell kezdenünk a kiviteli tervek megvalósítását, és utána lehet benyújtani pályázatot. Most egy konzorciumot fogunk létrehozni az önkormányzat, a Dunamenti Regionális Vízmű és a Nemzeti Vízművek, és hármas konzorciumban kezdjük el ennek a feladatnak a megoldását. Felújításra szorulnak ezek a vezetékek, tehát a 11-es út felújítása addig nem fog tudni elkezdődni, amíg a DMRV ki nem tudja szedni a vezetékeket a 11-es út alól, illetve nem tudja felújítani ezeket a csőhálózatokat. A pályázaton történő sikeres indulás érdekében a felek szándéknyilatkozatot írnak alá. A határozati javaslatot egyhangulag elfogadták a városatyák. A képviselőtestületi ülésről szóló beszámolónkat folytatjuk holnapi híradásunkban. Filmet forgatnak Szentendre több belvárosi helyszínén április 8-a és 11-e között, tájékoztatnak Szentendre város hivatalos honlapján. Húsvét után elkezdődtek az előkészületek, így április 12-éig a főtéri webkamera nem üzemel. A használati időszak alatt különböző technikai és filmes járművek parkolására, filmtechnikai felszerelések és berendezési kellékek deponálására részleges vagy teljes útzárásra kell számítani, illetve korlátozással, éjszakai forgatással, műhavazással is jár majd a forgatás. A forgatócsoport mindent megtesz annak érdekében, hogy a lakók számára tevékenysége a lehető legkisebb zavart okozza, külön odafigyelve, hogy a lakóépületekbe, intézményekbe és üzlethelyiségekbe a ki- és bejárás biztosított legyen. Bővebb információt a szentendre.hu-n olvashatnak. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön napközben napos, gomoly felhős idő várható, csak helyenként fordulhatnak elő futózáporok. Este északnyugat felől azonban egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet. Északnyugaton, északon és északkeleten egyre több helyen alakulhat ki eső, zápor, néhol akár zivatar is. Többfelé élénk helyenként erős lesz a nyugati északnyugati szél. Hajnalban 5 és 12, délután 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden. Az új házi orvosi ügyeleti rendszer témájában tartott lakossági fórumot tegnap este dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselő és Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője a MANG galériában. A korábbi 2022-ben történt felajánláshoz hasonlóan az erdélyi Felenyedi Református Egyházközségtől 1000 darab gyümölcsfa érkezett, melyeket a lakosság számmal arányosan osztottak szét a települések között.
A márciusi képviselőtestületi ülésen a grémium elfogadta a Dunamenti regionális vízművekkel közösen megvalósuló belvárosi csapadék ivó és szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozó határozati javaslatot. Ez volt mai hírmagazinunk, a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Testőr című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!